az ajtók ki vannak nyitva, az utastérből ki vannak pakolva a székek. Onnan ki van véve adott sorrendben, adott helyre, annak oda kell visszamenni. A levegő mozgása ezt a turbinát meghajtja, ez egy szép nagy propeller, hidraulika szivattyú, hidraulika nyomás termet. Megköveteli, hogy egy napi közel 300 óra bedolgozás történjen. Egy régen várt sorozat indul most, az Aeroplex hangárában vagyunk a Ferihegyi repülőtéren, ahová két héttel ezelőtt érkezett meg egy Boeing 757-300-as a Condor színeiben, mégpedig nagy javításra, bár hozzáteszem, hogy itt a hangárban az a jellemző, hogy a javítás helyett inkább a szakemberek az ápolás szót szokták használni. A következő részekben be fogjuk mutatni, hogy mi minden történik ezzel a repülőgéppel egészen addig, amíg elhagyja Ferihegyet, és érkezik majd a légitársaság egy másik repülőgépe, hogyha úgy tetszik, melegváltásban. Hangártitkok a folytatásban, 5 epizódon át az ACE hangárából. Széles elmúlt az a Boeing 757-es, amelyik jelenleg az egyik hangár lakója. Nagyjából egy hónapot tölt Ferihegyen. Érkezése után először a szabad ég alatt vették szemügyre a szakemberek a repülőgépet, számos tesztet kellett végrehajtani. Megnézzük, hogy a hajtóműveknek a megfelelő paramétereit, teszteket végrehajtjuk rajta, pneumatika rendszer, elektromos rendszer, hidraulika rendszer, meg ugye főbb rendszerteszteket mind végrehajtjuk. A hosszított törzsű 757-es ezt követően került a hangárba, ahol olyan tesztek következtek, amelyek fedett helyet igényelnek, ezzel egy időben pedig megindult a szétszerelés. A srácok is a külső, illetve a belső ellenőrzésekkel, a panelek különböző lenyíló ajtók mögötti ellenőrzéseket végrehajtják, ezek jellemzően vizuális, ugye szemmel elvégzett ellenőrzések, elkezdődik ilyenkor már a roncsolásmentes ellenőrzések végrehajtása is. Ez pedig az ultrahangos, röntgenes átvizsgálást jelenti, de a szakemberek a repülőgép bizonyos pontjain infravörös kamerákat is bevetnek. Az ellenőrzési program általában a karbantartás egyharmadát teszi ki. Ez alatt felmérik a gép általános állapotát, és eldől, hogy mennyi időt fog igénybe venni a hibajavítás, majd az azt követő összeszerelés. Folyamatosan összeáll a szükséges alkatrészek listája, ami épp nincs raktáron, azt megrendelik. Vannak hibák, amikről már a gép érkezésekor tudnak a szakemberek, de számos probléma az átvizsgálás során kerül felszínre. Ez történt a hajtómű esetében is, amivel többek között Balogh Tamás foglalkozik. Az inspekciós szakaszban korrózió nyomaira bukkantak a szakemberek az úgynevezett CNA-nál, ami a külső és belső áramot közösíti. Ennek egyik tartó eleménél fedezték fel a korróziót. A problémás részt kicsiszolták, ezt követően pedig meg kellett vizsgálni a megmaradt anyag vastagságát. Összevetjük azzal az értékkel, hogy erre mit mond a gyártó. Vannak olyan esetek, azt mondja, hogy elfogyhat az anyagvastagságnak a 10%-a, 15-20%, és esetleg akkor elengedi. Ezt úgy nevezzük, hogy elengedés. Mehet így tovább. Ha ezen túllépünk, mondjuk ezen a limiten, akkor ezt meg kell javítani valamilyen módon. A szakemberek ilyenkor felcsapják a kézikönyveket, és átnézik, hogy milyen javítási lehetőségek vannak. Előfordulhat olyan ritkább hiba, aminek a megoldására nincs egyértelmű útmutatás a szakirodalomban. Ebben az esetben a gyártóhoz kell fordulni. A hangárban dolgozó mérnökök a gyártócég mérnökeivel egyeztetnek a szükséges lépésekről, amit pontosan dokumentálni kell. Majd következik a jóváhagyás és az igazolások beszerzése. Az ilyen jelzésekről a gyártók statisztikát vezetnek, és ha már megfelelő adatmennyiség áll rendelkezésükre, kiadhatnak idővel módosításokkal kapcsolatos úgynevezett bulletineket. Mindent a biztonság vezérel, hogy adatokat gyűjtünk, adatokat szolgáltatunk a légitársaságnak, a gyártóknak, és ők ezeket tényleg fel is dolgozzák. Próbálják kijavítani azután folyamatosan, tehát mai napig születnek, már nagyon régi repülőgép, azért mondhatni, hogy idősek a klasszik 737-esek, és folyamatosan jönnek ki a bulletinek. Tehát erről mi is kapunk értesítést, hogy igen, tudjuk, hogy van ez a hiba, és folytatjuk, hogy adott sorozatszám után megváltozik a repülő, és már eleve azzal jön ki
a repülőgép, hogy hú, ezen már javítottunk. Minden repülőgép más és más, hogy ezen rajta van, azon nincs, az kicsit keverék. Több mint 270 ülést kellett kiszerelni ahhoz, hogy a mérnökök és a szerelők minden területhez hozzáférjenek a fedélzeten. Átvizsgálják az ajtókat, ezért azok borítását is le kellett szedni a becsomagolt vészcsúszdákkal együtt. Az ajtók ki vannak nyitva, az utastérből ki vannak pakolva a székek, illetve a hátsó részen a kollégák a padlók felszedését is elkezdték. Hátul szerkezeti, illetve területi ellenőrzéseket hajtanak végre. Itt látható, egy foltot tesznek fel a kollégák a lenti részre, ugye a törzsborítás ki van vágva, körülötte apró lyukak pedig arra szolgálnak, hogy a kívülről ráhelyezett hevederjavítás, vagy angol terminológiában doublerre, hogy a sérülést kiváltsák, és ugye megfelelő szerkezeti szilárdságot visszaállítsák a törzs szilárdságának. Nem csak a fedélzeten, hanem a repülőgép rakterében is zajlik a vizsgálat. A borítások alatt kábelkötegek, húzalok, vezetékek futnak, a törzs számos részén műszaki rekeszek találhatók, nem mindegyikhez könnyű hozzáférni. Mérettől függően 120-250 kilométernyi vezeték is futhat egy-egy repülőgépen. Az előső raktér előtt közvetlenül a pilótafülke alatt található az a műszaki rekesz, ahová számítógépek egész sorát építette be a gyártó, és ahol a legtöbb kábelköteg összefut. Belülről így néz ki a Boeing 757-es agya. A 80-as évek elején a 757-es az első típusok között volt, melyen már nem alkalmaztak fedélzeti mérnököt. A számítástechnika fejlődésével számos rendszert automatizáltak a repülőgépeken. Balogh Tamás nem csak a hajtóművekkel foglalkozik, a repülőgép több pontján vannak feladatai. A hátsó kargóban voltak, a padlószerkezetben kis repedések voltak. Mondhatni másodlagú szerkezeten repedések, és hogy azokkal mit kell, hogyan kellett megjavítani, eddig ez volt, amivel foglalkoznom kellett, de közben voltak más repülőgépek is. De ő foglalkozott azzal a sérüléssel is, amit a baloldali kettes ajtó mellett be kellett fedni. Pár nappal később már eltűnt az a furatokkal körbevett lyuk, amit korábban Tóth Norbert mutatott. A munka első lépéseként a horpadás körüli területen lemarták a festéket, a kézikönyv alapján megtörtént az anyagvastagságmérés, és megvizsgálták, hogy vannak-e repedések a környéken. Elővettük a kézikönyvet, átolvastuk, hogy na, ezen a helyen adott kondíciókkal, tehát hogy a horpadás az milyen messze van egy törzskerettől, egy horszmegevítőtől, milyen méretekkel rendelkezik maga a horpadás, mit lehet alkalmazni, milyen javítási megoldást. És erre kézikönyv csak azt mondta, hogy vágd ki a horpadást, és aztán tegyél oda egy foltot. Ez így is történt. Törekedni kell arra, hogy ezért a minél kisebb méretet vágjuk ki, úgy, hogy a teljes sérülés eltűnjön. És aztán megvannak ugyanúgy a feltétel kritérium szabályok, hogy hány kötőelemet kell alkalmazni a foltnál. Ez általában a három sor kötőelem, ami meg megad egy bizonyos méretet, mert a kötőelemeket is adott távolságra kell elhelyezni egymástól, egy túlig távolságra. A gép túloldalán pedig azok a kiszerelt alkatrészek sorakoznak, pontosan dokumentálva, felcímkézve, amelyeket vagy tisztítani, vagy karbantartani kell. Ezeket az alkatrészeket, ugye mind amiket leszedünk a repülőről, különböző címkékkel jelölünk meg, függő címkékkel mutatom. Ugye ez ugye minden társaság, minden vállalatnál mások a standardek, a mi cégünk a kék tag vagy kék függő címkével ellátott alkatrészeket, azokat jelöli meg ezekkel, amelyek az életek a repülőről leszedve, vagy mögötte valami tevékenységet folytatunk, ellenőrzés, hibajavítás, bármi más. Így néz ki a csúszda behajtogatva. És addig jó, amíg az utas így látja, meg mindenki, aki így látja. Így van, ez a vészcsúszda. Vannak még más függő címkével ellátott alkatrészek. A folyamatok párhuzamosan zajlanak. Ahol kijavítottak egy hibát, ott megkezdődnek a rendszerpróbák. A hangárban nagy üzem van. Gondos előkészítést és pontos szervezést igényel a munka, hogy a gép időben elkészüljön. Ehhez rengeteg dolgozóra és napi szinten több száz munkaórára van szükség. Mai piaci igény a keskeny törzsű repülőgépek tekintetében napi, és akkor most bedolgozásról beszélek, nem nagyon szeretem ezt a szót, de maradjunk a bedolgozásnál.
ez olyan 300 óra, 280-300 óra. Tehát az átfutás tekintetében, mert hiszen az átfutás az, amit a vevő diktál, ez megköveteli, hogy egy napi közel 300 óra bedolgozás történjen. Ez azt jelenti, hogy hogyha 10 órával vagy 10 aktív órával számolunk egy nap, akkor ez bizony 30 ember egy termelési vonalon. Hogyha két műszakkal számolok, akkor 60. Ez nem jelenti azt, hogy föltétlen 60 minősítő vagy típusvizsgával rendelkező kollega kell, de úgy kalkulálunk, hogy egy 25-30 fő az mindenki, az a minimum. A szerelő és műszerész szakterülethez tartozó dolgozókat dinamikusan vezénylik az ápoláson lévő repülőgépen. A munka azonban nem csak a hangárban zajlik, a javításra szoruló leszerelt alkatrészek a specializált szakműhelyekbe kerülnek. A kabin belső műhely, aki ad utastér, és annak felszereléseivel, székekkel, kalaptartókkal, panelekkel, egyebekkel foglalkozik. Vannak a szerkezetjavító műhelyeink, ebből kettőféle van. Van a fémszerkezetjavító, hogy szakzsargonban lemezes műhely, van a kompozit szerkezetjavító műhely, van a festőműhelyünk, gépműhelyünk, illetve hegesztőműhelyünk. Karbantartásra fordított összidőn 60%-át a repülőgép szerelő és műszerész szakág alkotja, a maradék fönnmaradó 40% pedig a többi szakterület között osztik el. A roncsolásmentes anyagvizsgáló műhely, ugye ők egy erősen specializált műhely, ők csak és kizárólag az anyagvizsgálatokkal foglalkoznak, az ellenőrzési program megfelelő feladatait hajtják végre. Ezekbe a műhelyekbe a sorozat következő részeiben ellátogatunk majd, de vissza a fedélzetre. Ahogy halad a munka, a pilóta fülkében egyre gyűlnek azok a táblák, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy adott pillanatban mely rendszereket tilos üzemeltetni az ápolás miatt. Minél több rendszer van megbontva, átvizsgálva, javításra szagul, azokhoz nem lehet hozzányúlni. És ez mind hozzátartozik a biztonsághoz, hogy ki kell írni, hogy ne működtesd. Vannak műszakváltások, ez mind jó arra, hogy azt a bizonyos humán faktort, amiről sokszor szó esik a repülésben, az legyen csökkentve. Megszüntetni nem lehet, de csökkentve, hogy ja igen, nem csak szólunk a munkatársnak, hanem akkor kiírjuk, tényleg tudja, lássa azt, hogy ne, működtesd az oldalkormányt, ne kapcsolj hidraulikát. Fékszárnyakat se, hogy nézzem, aztán ne helyezd nyomás alá a rendszert, van itt minden, ami csak van kell. Van itt minden. A fékszárnyat, például a bal külső fékszárnyat, azt le kellett szerelni javítás miatt, azt nem működtest például miközben szerelik, mert az okoz balesetet, amit senki nem szeretne, ki kell írni, ez mind hozzátartozik a biztonságos munkavégzéshez. A munka során olyan alkatrészek, rendszerek is láthatóvá válnak, amelyek csak komolyabb probléma esetén lépnek működésbe. Hidraulika nyomás, vagy elektromos rendszerbeli problémák merülnek föl, akkor bizonyos ugye kondíciók fönnállása esetén a géprendszerei automatikusan kibocsátják ezt az apró kis szörnyecskét. Ez ugye mi rednek hívjuk, de rövidítésre MR turbine, vagy torlónyomásos turbina, ezért erre egy hidraulika szivattyú van fölépítve. Ugye a repülő levegőben értelemszerűen, amikor mozgásban van, akkor a levegő mozgása ezt a turbinát meghajtja, ez egy szép nagy propeller, és a mögé felszerelt hidraulika szivattyút elkezdi működtetni, hidraulika szivattyú, hidraulika nyomás termel, és ezzel egyrészt a repülő adott rendszereit tudja működtetni. A turbina előtt, a futóműaknál pedig a futómű vészkibocsátó rendszerét is átvizsgálják. Itt van az az eszköz, mivel a futóvíz másodlagos kibocsátás, vagy vészkibocsátás rendelkezésre, hogy ez is elektromos és hidraulikus működtetésű. Ez egy érdekes. Közben kiderül, hogy a kettes hajtóműből is ki kell szerelni a lapátsort, mert a szerkezet belsejében is adódik munka. A lapátok sorrendjére hatványozottan oda kell figyelni. Innen ki van véve, ez nagyon-nagyon fontos, hogyha onnan ki van véve adott sorrendben, adott helyre, annak oda kell visszamenni. Ha össze van keverve,
az szinte biztosan vibrációt fog okozni egy hajtóműben. A vállalat hangárában leggyakrabban keskeny törzsőgépek fordulnak meg. Az esetek túlnyomó többségében európai légitársaságok hozzák ide a repülőiket ápolásra, de szép számmal akadnak kivételek is. Volt nigériai ügyfelünk, van most egy ausztrál ügyfelünk. Nagyságrendet tekintve a 767-es nagyság az, ami a hangárunkban még elfér, illetve ami még befér, ezért a Boeing típusok tekintetében ugye a 757-es és a 767-es az, amire képesek vagyunk jelen pillanatban. Ugye Airbus tekintetében az A320-as család, A321-es az, ami befér a hangárban, és az A300-as, ezt csak azért említem, mert ez ugye stratégiánkban benne van, de erre jelen pillanatban nem vagyunk képesek. Számomra az egyik kedvenc típus a Boeing 757-es, ugye a maga kecsességével nem véletlenül szokták ceruzagépként is emlegetni. Az most már csak habatortán, hogy ez egy hosszított törzsű 300-as változat, így aztán különös örömmel töltött el, hogy ő lett ennek a sorozatnak a főszereplője. Apró érdekesség a 757-essel, mint típussal kapcsolatban, hogy jövőre lesz 40 éve, vagy az első ilyen példány megjelent az égbolton. Nagyon régóta üzemeltetik a repülőt, szeretik a típust, nagyon megbízható, amúgy is a maga 757-es típusa, a 2-2 és 300-as típus változatával is egy nagyon jó kitalált, robosztus szerkezetű repülőgép. Ellentétben a modernebb típusokkal nagyon-nagyon kevés repedésre hajlamos szerkezeti területe van. Téged mi vonzott erre a pályára? Hirtelen döntés volt, amiről bebizonyosodott idővel, hogy jó. Igen, ez így volt, hogy 10 évesen jött egy kattanás, hogy én szeretnék repülőgépszerelő lenni. És mindenhol is szerencsére repülőgépek vesznek körül, bár hol vagyok, szabad napon, ha dolgozok repülőkkel, ha nem dolgozok, akkor repülőkkel vagyok. A családunkban nem volt ilyen repülős vonal. Soha senki. A közelében nem volt ennek a témának. Ez jött valahonnan, senki nem tudja honnan, de én nagyon örülök, hogy lett ez, mert ez csodásan kitölti az életem minden területét, és ad egy olyan tudást és hozzáállást mindenhez. Ez az ipar, a repülőgépipar, a repülőknek kell egy nagyfokú tisztelet is, hogy állunk hozzá egy-egy hibákhoz. Itt azért tényleg, amiről beszéltünk, a biztonság az első, és az a mentalitás itt a munkahelyen aztán belénk jön még inkább, és ez kiterjed aztán az egész életünkre, hogy mindenhez egy picit én legalábbis máshogy állok, az biztos. Az Aeroplex hangárába és az ott ápoláson lévő Boeing 757-es fedélzetére hamarosan visszatérünk. Megmutatjuk, hogyan zajlik a repülőgép összeszerelése, hogyan érkezik a ceruzagép testvére és kik dolgoznak még a hangárban. De arról is szót ejtünk, hogy milyen gépek fogadására lesz alkalmas a vállalat új hangárépülete. Ha nem szeretnél lemaradni a további repülős tartalmakról és repülős videókról, akkor csatlakozz a követőink táborához. Ha pedig támogatnád az Aeroparkban kiállított történelmi repülőgépek újjászületését, megújulását, kérjük, keresd fel a videó alatti leírásban található támogatói felületeket. Riva left, clear for takeoff, wind 320 divisat 9 knots.